Sok szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvevőket is. Én Matuska Zsolt vagyok. Én is sok szeretettel köszöntöm Önöket, én Matuska Barbi vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik hetes szintű vezetőházas párja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Nekem a PPH előtti foglalkozásom, én földmérő voltam, ezen a területen is dolgoztam, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységünk. Végigcsak már élek feleségemmel és kislányunkkal. Nekem a PPH előtti foglalkozásom fogászati asszisztens volt, nekem dentálhigiénikus végzettségem van, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben teljesen egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szellacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai tudatosságfejlesztő bemutató előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mit szóltok ez a jelenlegi világunkhoz? De érdekes világot élünk, gondoljátok végig, hogy volt 9 hónap a múlt évben, az évelejétől, tehát igazából nem is az évelejétől, hanem március közepétől, amikor ugye az orosz támadás történt Ukrajnával szemben, onnantól volt egy forintromlás. De egy olyan mértékű forintromlás a dollárhoz, illetve az euróhoz képest, hogy rendesen gyengült ugye a forint. Ez tartott 9 hónapon keresztül, majd ugye elkezdett megállni ez a romlás, és gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy már egy jó pár hónapja visszaküzdötte magát a forint arra a szintre, amin az háború előtt, tehát háború előtt közvetlenül volt, tehát közvetlenül a háború előtt volt. Na most az alatt az időszak alatt, amíg a forint nagy mértékben romlott, ugye azt tapasztaltuk, hogy óriási áremelkedések voltak. És nagyon érdekes, mert ugye ezt annak tudtuk be, hogy a forint milyen mértékben romlott a dollárhoz és az euróhoz képest. Tehát annak tudtuk be, ezt azért ismétlem, hogy annak tudtuk be. Na igen ám, de a forint most mondhatjuk azt, hogy olyan erős, mint volt az euróhoz és a dollárhoz képest, hát akkor az áraknak vissza kellett volna csökkenni. Legalábbis valamilyen mértékben, mert ugye nálunk átlagosan volt 25% átlag áremelkedés, ugye egy év alatt, nyugaton meg volt 10%, és nálunk megmaradt ez a
25% és nem csökkent vissza 10%-ra. Tehát ami azt jelenti, hogy most nagyobb haszonnal adják el a termékeket, a szolgáltatásokat, amik megdrágultak most. Mert ez van, hogy nagyobb haszonnal adják el. És ugye ez egy elég érdekes dolog, hogyha jobban megnézzük. Ugye nálunk is volt áremelés most viszonylag évelején márciustól, de úgy, hogy már nem volt előtte vagy 5 éven keresztül áremelés. Tehát nem az elmúlt egy év miatt, hanem ugye az 5 év miatt emelkedtek az árak. Tehát ugye ezt csak azért mondom, mert elég érdekes. Na most ha jobban megnézzük, akkor ugye a világon ott is lehet infláció, akiknél nincs energia probléma, tehát nem vásárolnak orosz energiát, tehát az USA mióta vásárol orosz energiát? Soha. A Kanada mióta vásárol orosz energiát? Soha. Ami azt jelenti, hogy gondoljátok végig, hogy és akkor ott miért van, miért volt ilyen 10% körüli átlag áremelkedés? Ugye nyilván az átlag áremelkedés azt jelenti, hogy bizonyos termékek, főleg az élelmiszeripari termékek, azok nagyobb mértékű áremelkedésen estek át. Tehát nálunk például ez a 25% azt jelenti, hogy az élelmiszer terén átlagosan olyan 40%-os áremelkedés volt a tavalyi év folyamán. Illetve mondhatjuk azt, hogy olyan februárig, márciusig és azelőtt, tehát a márciustól márciusig. Tehát olyan fura az egész, hogy minthogyha a vállalkozások, amelyik ugye a nagyobb profitot hoznának létre, és szivatnák a lakosságot, hogyha jobban megnézed, nem? Tehát azóta nagyobb profittal dolgoznak, legalábbis itt Magyarországon ez biztos, hogy így van, de nyugaton is, mert hát mi köze Észak-Amerikának a háborúhoz? Max nyereséget csinálnak rajta, veszteséget biztos, hogy nem. Tehát most ugye például mit tudom én, mondjuk a fegyvergyártóknak nyereségük van, akkor az államnak az adóból több bevétele van. Logikus? Tehát elég érdekes, ahogy ezt az egészet kezelik a hatalomban lévők, és ugye elsősorban azok az emberek, akik a pénzt manipulálják, mert ugye azzal azért tisztában vagyunk, hogy réges-rég nincs olyan, hogy aranyfedezet, réges-rég nincs olyan, hogy az államok maguk nyomtathatják a saját pénzüket, hanem a saját pénzüket veszik. Hát most gondold végig, még az amerikai dollárt is gyakorlatilag veszik az amerikai jegybanktól. Az amerikai jegybank az pedig ultragazdag magánszemélyek tulajdonában áll. Tehát magánszemélyektől veszik a dollárt, amit ugye kinyomtatnak potomáron, és eladják mérértéken. Szóval fura, nem? Gondold végig. Tehát itt Magyarországon is ugye tudod, hogyha pénzre van szükségünk, tehát forintra van szükségünk, akkor nem nyomtathatunk forintot. Nem úgy van, mint régen, hát volt pénzverdénk, ott nyomtatták a forintot. Ugye az már a múltban volt. Most, ha forintot szeretnénk, mert mondjuk kevés forint van forgalomban, csak most mondtam valamit, akkor megvehetjük, ha van eurónk,
akkor megvehetjük euróra, euróért a forintot. Érted? Euróért megvehetjük a forintot. Ha nincs eurónk, akkor felvehetünk hitelt tőlük, és megvehetjük abból a hitelből a forintot. Ezt tudtátok, hogy ez így van? Képzeld el? És így adósították el az országokat. Szó szerint. És ebbe az országok vezetői belementek. Tehát gondold végig, egy pénznyomtatása, az töredéke ahhoz képest, tehát az, amiért kinyomtatják, az töredéke ahhoz képest, ami az értéke. Tehát ezért csinálják a papírpénzt, mert a fémpénz az sokkal többe kerülne. És sokkal többe kerül is. Tehát egy fémpénz verése, mert úgy azt verik, az jóval drágább, ott sokkal kisebb a haszon. Ezért csinálták a papírpénzt, mert a papírpénzt azt gyakorlatilag alig többért csinálják, mint amiért te nyomtatsz egy papírt a fénymásolón, érted? Na most gondold végig, mit tudom én, mondjuk tételezzük fel, mondjuk ugye mi a legkisebb pénzünk, az 500 forint, papírpénz, tehát az 500 forint. Na most egy, mondjuk egy 500 forintosnak a kinyomtatása az mondjuk benne van mondjuk 100 forintba, mégis az ország megveszi 500 forint értékű valutáért, illetve devizáért, érted? Tehát euróért. Tehát megveszi, mit tudom én, mondtam valamit, másfél euróért, érted? És ha az országnak nincs pénze, akkor fel kell venni hitelt ugyanazoktól, akik nyomtatják a pénzt. Na most képzeld, ebbe belementek az országok, nem most, azzal, hogy mi az EU-hoz csatlakoztunk, aláírtuk, hogy ebbe belemegyünk. Tehát az, akik ezt aláírták, az vajon mennyire vették figyelembe a nép érdekét? És vajon miért írhatták alá ezt a szerződést, ami abszolút népellenes? Hát vagy megvették őket, vagy megzsarolták őket, hát logikusan nem írta volna alá az ember ezt a szerződést, nem? Tehát, de ez nem tőlük indult az egész, hanem az Amerikai Egyesült Államoktól indult az egész. Hát gondold végig, a 10-es években, tehát több mint 100 évvel ezelőtt kitalálták azt, hogy az amerikai jegybank az legyen magánkézben. És erről döntenie kellett az amerikai parlamentnek. De jó pár képviselő ezt nem akarta megszavazni. Tehát olyan képviselők, akiknek szava volt. És furcsa mód a Titanickal meghaltak ezek a képviselők. Pont azon a hajón voltak, amit úgy hívnak, hogy Titanic, és az a Titanicnak pont akkor kellett jéghegynek ütköznie, mikor ezek a döntéshozók a Titanicon voltak. És ezáltal átment az, hogy a jegybank, ami előtte állami tulajdonban volt, mindenütt a világon a jegybankok állami tulajdonban voltak, az az amerikai jegybank legyen magántulajdonban, amiről az amerikai lakosságnak a nagy része mai napig sem tud. Az amerikai lakosság nagy része azt hiszi, hogy az amerikai jegybank az amerikai állam tulajdonában van. És nem tudja azt, hogyha az amerikai államnak pénze van szüksége, akkor a jegybankhoz fordul. A jegybank kinyomtatja potom pénzért az értékéhez képest a dollárt. Hát gondold végig ott a dollár ugye mennyit ér,
mondjuk a forinthoz képest, potom pénzért kinyomtatják a dollárt, mondjuk gondold végig egy 1000 dollárost kinyomtatna, amiért 300 000 forintot, érted? 1000 dollár, és annak a pénznek a nyomtatási értéke, mit tudom én, került 1000 forintba. Csak most mondtam valamit. Érted? És eladják az amerikai kormánynak a jegybank annyiért. Na most gondold végig, ez azt jelenti, hogy azok a családok, akik jegybank tulajdonosok, azoknak mekkora vagyonuk lehet. Márpedig képzeljétek el, ez most már sikerült az Amerikai Egyesült Államoknak, mint első országnak ezt a mintát bevezetni szerte a világban, és most jelenleg a bolygón 5 olyan ország van mindössze, amely maga nyomtatja a saját pénzét. Az összes többi, annek olyan a jegybankja, amiben az amerikai jegybank tulajdonosok vannak benne tulajdonosként. Tehát még egyszer, az amerikai jegybank tulajdonosok vannak benne tulajdonosként, a világon 5 ország kivételével az összes ország jegybankjában. Oké? Okay? Tehát szépen fokozatosan az USA után sikerült elérni a világ szinte összes országában azt, hogy az amerikai jegybank az az ő kezükbe legyen, vagyis a jegybank, az adott ország jegybankja az az ő kezükbe legyen, azoknak a kezében, akik amerikai jegybank tulajdonosok. Kik ezek a tulajdonosok? Csak egy párat mondanék. Ismertebb, hallottál olyanról, hogy Rockefeller, ugye? Olyan, hogy Rothschild. Jó, tehát ilyenek a tulajdonosok. Tudom, azt mondom, hogy Morgan, az teljesen mindegy, az nem számít, mert az nem ismerős, érted? De a Rothschildot, meg Rockefeller nevet mindenki hallott. És most mondanám, hogy melyik országok azok, ahol ez nem így van? Csak hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. Azt mondja, hogy vajon miért van bajuk az USA-nak Észak-Koreával? Mert Észak-Koreának saját nyomtatású pénze van. Miért van baja Iránnal? Na vajon miért? Mert Iránnak saját nyomtatású pénze van. Vajon miért van baja Kubával? Mert Kubának saját nyomtatású pénze van. Vajon miért van baja Líbiával? Mert Líbiának saját nyomtatású pénze van. Vajon miért van baja Szudánnal? Mert Szudánnak saját nyomtatású pénze van. Nem érdekes? Nem is tudom, melyik ultra gazdag amerikai mondta a következőt: add kezembe az országi jegybankját, és én irányítom az országot. Talán az öreg Rothschild, vagy valami ilyesmi. Érted? Hát jó, de ezt nem most mondta, hanem már még nagyon rég, évtizedekkel ezelőtt mondta, amikor még nem az volt, hogy az ő kezükbe lett volna a világ összes jegybankja, valamilyen szinten az ő kezükben van. Egyébként a Rothschild család ezekben a jegybankokban mind benne van. Tehát nem teljes tulajdonnal rendelkezik, de valamilyen résztulajdonnal rendelkezik a jegybankokban. Na most gondold végig, hogyha ezt meg tudják csinálni családok a világban, akkor milyen ultra gazdagok lehetnek, amikor folyamatosan gazdagodnak, mikor mindig pénzhiány van az országokban, és mindig kell nyomtatni pénzt.
Oké? Persze, amikor leselejtezik a pénzt, és úgy kell venni másikat, az egy más műfaj, az egy más műfaj. Tehát akkor kedvezményesen tudják venni. De például minden országban van, nagyon érdekes módon, költségvetési hiány. És a költségvetési hiányt régen úgy oldották meg, hogy fogták, nyomtattak pénzt, és ebben meg volt oldva a költségvetési hiány. Tehát az ország magának nyomtatott pénzt, és a költségvetési hiány rendeződött. Ugye azt jelenti a költségvetési hiány, hogy az államnak több a kiadása, mint a bevétele. Ezt jelenti, ilyen egyszerű. Tehát kevesebb a bevétel, mint a kiadás. És ha egy állam nyomtathat pénzt, akkor megteheti azt, hogy fogja és nyomtat többletpénzt, és akkor van pénze. Erre azt mondták, hogy azért nem lehet ezt megcsinálni, mert ez infláció gerjesztő. Ezzel magyarázták meg. Tehát azért nem szabad ennek így működnie, az infláció gerjesztő. De úgy működhet, hogy megveszik magánbankoktól. Mert ugye a maga jegybank az magánbank. De nem az ország. Tehát a többi ország esetében például a magyar jegybank az nem magyar állampolgárok tulajdonában áll, hanem úgy, ugyanúgy Rothschild és egyéb tulajdonosok. Na most gondold végig, egy ilyen világban hova haladunk? És az emberek tudatlanok, mit se tudnak ezekről a dolgokról, és azt gondolják, hogy ó, hát én olyan kicsi vagyok, és tőlem nem függ semmi. De ha minden ember ezt mondja, akkor a hatalom éhenzi a lakosságot, és azt mondja, hogy maradjatok ilyen hülyék. Szó szerint. Oké? Tehát mit tehet az ember? Ha legalább, ugye tanultam és tanítom is ezt, hogy legalább az ember átlássa azt, hogy miben verik át, és az a minimum, hogy csóválja a fejét. Mert ha nem tudja, hogy miben verik át, akkor még a fejcsóválás is elmarad. Érted? Még az is elmarad. Tehát azt gondolják az emberek, hogy az a természetes, amit az állam csinál, illetve az államok csinálnak. Tehát most valószínűleg az is baja az USA-nak, és természetesen ugye itt a jegybank tulajdonosoknak, hogy valószínűleg most történik itt az elmúlt egy év során egy átrendeződés, ugye ezt tudjuk. Egy olyan fajta átrendeződés, hogy én ezt csak valószínűsítem, hogy valószínűleg hát elkezdték segbe rúgni a mondjuk az orosz jegybank tulajdonosokat. És ez azt jelenti, mert ott is Rothschild tulajdon volt, és ez azt jelenti, hogy hát ez a probléma. Tehát ez a fő probléma. Tehát ennek következtében nem a háború miatt csinálják a szankciókat, hanem ezek miatt. Hogy átlássátok. Tehát nem a háborún van nagy haszon, hanem az ilyenfajta banki működéseken van a legnagyobb haszon. Tehát ennél nagyobb haszon nincs. Hát gondold végig, mit tudom, 1000 forintba kerül egy, mondjuk egy 1000 dolláros kinyomtatása, csak most mondtam valamit, és akkor 300 000 forintot ér. Milyen haszon az?
De hát szerintem 1000 forintba biztos nem kerül egy nyomtatás. Hát a papírba meg a nyomdafestéke mi kerül annyiba? Főleg a nagy tételbe. Ezekkel a gépekkel csinálják, érte? Hát akkor is, hát akkor is. Hát egy A4-esből hány papír, hány izé jön ki, hány dollár jön ki belőle, nem? Hány dollár papír? Oké? Okay. Nem sima a papír, persze, hát nem 4 forint egy papír, mint amúgy, persze. Egy ív papír. Na, tehát, hát gondold végig, nagy tételbe vásárolnak, nagy tételbe nyomtatnak. Tehát ami azt jelenti, hogy nagy tételben minden olcsóbb, mint kis tételben. Jó? Szóval egy érdekes világban élünk, ahol ha jobban megnézed, az emberek tudatlanok. És ennek a tudatlanságnak következtében az emberek úgy működnek, hogy átlássuk, hogy egy ember addig él, ameddig van célja. Hát egy ember addig él, míg van célja. A fiatalnak könnyű a dolga ebből a szempontból, mert azt mondja, hogy nincs lakásom, nincs házam, akkor cél, hogy legyen. Akkor nincs autóm, kell, hogy legyen. Nincs családom, kell, hogy legyen. Nincs gyerekem, kell, hogy legyen. Nincs másik gyerek, kell, hogy legyen. Érted? Tehát hát könnyű, egyszerű. És mi van azokkal, akiknek ez mind megvan? Tehát megvan az autó, megvan a lakás vagy a ház, megvan a család, megvannak a gyerekek, már fel is nőttek a gyerekek, fel vannak nevelve. Akkor ugye mi marad utána a cél? Hát igazából az nem cél, hogy ó, hát minél szebb ruhába járjak. Az sem cél, hogy na, hát akkor menjünk ide, menjünk oda, menjünk amoda. Mert ha túl sokat megy az ember ide-oda, amoda, akkor a legtöbb embernél előjön az, hogy miből fogok menni. Oké? Okay? Mert elkölteni a pénzt az könnyebb, nem tudom, észrevettétek-e, mint megteremteni, nem? Érdekes módon, nem? Szóval gondold végig, és mi lesz ennek a következménye? Tehát elérték az emberek azt, hogy legyen, nyilván megint nem a fiatalokról beszélek. Legyen, meg legyen minden, és utána mi a következő cél? Hm? A fiatalként én is azt gondoltam, hogy az a cél, hogy legyen házunk, legyen autónk, legyen családunk, családom, érted? És ezt gondoltam. Akkor ugye azt gondoltam, hogy az is egy cél, hogy menjünk ide-oda nyaralni, menjünk olyan helyre nyaralni, ahol jobban garantált a jó idő, mint idehaza, stb. Stb. Én is ezt gondoltam. Csak előbb-utóbb rájöttem, hogy ez kevés, érted? Ez kevés. Kevés. Most gondold végig, ki az, aki volt már valahol nyaralni? Nyaralni. Oké, kérdezném tőletek. Ha elmész nyaralni, mi abban a sikerélmény? Nem. Mi az ott, mikor ott vagy? Mi a sikerélmény? Tehát maga a sikerélmény. Mi a sikerélmény? Az a sikerélmény, amikor azt éled meg, hogy valami eredményt létrehoztál. Érted? Egy olyat, amit te hoztál létre. Érted? És amikor az ember létrehoz valami eredményt, akkor egy nagyon jó érzése van, azt úgy hívják, hogy sikerélmény, és a sikerélménytől boldog. Oké? Okay? Például mikor mondjuk valaki nyer egy sport eseményen, akkor az egy sikerélmény. Vagy mondjuk egy csapatversenyen nyernek az emberek, akkor ott az egy sikerélmény. Érted?
Jó, hát szokták mondani, hogy nem a győzelem a fontos, hanem a részvétel, de mondják azok, akik meg akarják etetni az embereket. Tehát az ember akkor érzi jól magát a bőrében, ha van sikerélménye. Hát nyilván azok nem tudják, mi az, hogy sikerélmény, akik meg életükben nem sok sikerélményt éltek meg. Ez a probléma ezzel. Tehát gondold végig, mi a sikerélmény? Tehát milyen olyan dolgot csinál az ember mondjuk egy nyaraláson, ami sikerélményt eredményez? Tehát mi az, amit olyan dolgot csinálsz mondjuk egy ülésen, egy nyaraláson, amit esetleg otthon nem tudsz csinálni? Hát még könnyebben megmászod, mert bekapcsolod a tévét és nézed, hogy megmásszák a hegyet, érted? És mennyire kisebb energia, nem? Vagy elképzeled, hogy éppen mászol azon a nagy hegyen, amit a tévén nézel, nem? Tehát most gondold végig. Tehát, és akkor azt mondják, hogy ugye, hogy valaki fölmegy, megmász egy nagy hegyet, hegymászok, azt a kilátást, azt az élményt máshol nem kapja meg. Hát figyeld, fölmegy oda egy helikopter, körbefotozza az egészet, és otthon megnézed, és ugyanazt látod. Csak legfeljebb nem fúj a szél. Érted? Meg nincs hideg, meg nincs meleg, majd nem esik az eső, stb. Stb. És ugyanazt látod. Érted? Ja, bekapcsolod a klímát, még szél is fúj, igen. Tehát mi a sikerélmény? Tehát milyen olyan dolgot hozott létre, ami mondjuk hasznosa neki, a családjának, egy közösségnek, az emberiségnek? Mi? Mi? Akkor mondjuk az élővilágnak hasznos, vagy a bármi másnak élővilágon kívül, vagy a lelkének, a szellemének, a stb. Vagy az Istenének, mi olyan hasznos dolgot hozott létre? Csak azért, mert mostanában azt csinálják az emberek, amit mi a 80-as, 90-es években csináltunk. Csak akkor más volt a világ, érted? A 80-as, 90-es évek világa az egy biztonságos, stabil olyan világ volt, ahol még nem volt megnevezve a világ vége, az emberiség vége. Semmi ilyesmi nem volt. Most már volt egy világ végén 2012. december 22-vel, érted? Volt egy világ végénk, és szó szerint az világ vége volt, majd kell beszélek róla, de most is van egy világ vége, és ez nagyon durva ez a világ vége. Miért? Mindjárt mutatom. Mert ez 2035. Érted? Tehát amikor én voltam fiatal, és azt csináltuk, hogy évente mentünk többször ide-oda, főleg külföldre, érted? És mit tudom, hogy utána számolgatnék, több 10 millió forintot költöttünk el utazásokra. Több 10 millió forintot összességében. Érted? Szó szerint értsétek. De mégis előbb-utóbb rájöttem, mikor? 2010-ben. Rájöttem, hogy nem ez az élet. Érted? De hát ami azt jelenti, hogy tehát meddig csináltuk? 80-as évektől, 84-től gyakorlatilag csináltuk, egészen 2010-ig, az hány év? 24 évben. Tehát amikor emberek elmennek nyaralgatni manapság, akkor azt mondom, hogy ti még azt se tudtátok, mi az a rendszeres nyaralgatás, mi már jártunk. Érted? Nem meguntuk. Na most, mi volt a sikerélmény? Érted?
A sikerélmény, tudod mi az? A sikerélményre emlékszel mindig. Ha elmész 50 nyaralásra, nem tudod elmondani, melyik volt az 50. Mi nem tudjuk összeírni a nyaralásokat, hogy mikor voltunk, érted? Elő kellene szedni fényképeket, meg ilyen dolgokat, és akkor se tudnám pontosan, hogy mikor voltunk, érted? És hogy ott mi történt. Tehát egy sikerélmény úgy működik, hogy az ember visszaemlékszik rá, érted? Tehát nyomot hagy benne. Méghozzá olyan nyomot, amire büszke marad. És ez nincs. Most jöttem egy temetésről, ma volt egy temetés, ahol elmondta a pap, hogy a második otthonuk az Kréta volt. Annyit volt a Krétán. Én nem is tudtam, Mariannak a feleségemnek unoka testvére volt. Nem is tudtam róla, hogy annyit mentek Krétára. Az illető azt mondja, 3 évvel volt fiatalabb, mint én, férfi. Oké? Okay? És neki mindig az életében mi volt a fontos? A buli. A buli. Érted? Gyakorlatilag az életének nem volt már értelme. A gyerekek kirepültek természetesen, mind a kettő családot alapított. Még nem biztos, hogy van gyerekük, nem is tudom, megmondom őszintén. De mert nem láttam ott a gyerekeket. Érted? De mind a kettőnek régóta megvan a párja. Tehát és ki vannak repülve? Nem velük élnek. Nincs már gyereknevelés, van saját házuk, van saját autójuk, járkáltak a világban, ide-oda, amoda. És mi az életük értelme? Mi volt az életük értelme? Tehát például ennek az illetőnek, ennek a férfinak, mi volt az értelme az életének? A családon kívül. Csak egy baj, hogy a család kirepül, érted? És az élet értelme mi van akkor? Tehát 59 évesen most elment, meghalt, elvitte a rák, érted? Ezt csak példaként mondom. És egy mindig egy jókedélyű illető volt, de a szellemi nyitottsága a fejlődésre az nulla volt. Az nulla. 59 éven keresztül. Érted? Nulla volt. Tehát mi szerettük, semmi gondunk nem volt vele. Nagyon ritkán találkoztunk valami családi közös eseményen. Mit tudom én, pár éve voltunk közösen Lagziba. Nem ő Lagziuk, nem mi Lagziunk, mármint ugye, hanem egy harmadik helyen lévő Lagzi. Tehát egy másik unokat, közös unokatestvér gyerekének a Lagziga, ott találkoztunk. Ilyen helyeken, Schlusspassz, érted? Más találkozás nem volt. Tehát mi az élet értelme? Szerinted a te életednek mi az értelme? Hm? Tehát az az értelme, tudom, hogy az értelme, hogy legyen autód, legyen házad, legyen családod, legyenek gyerekeid, de ezen túl. És mi lesz akkor, hogyha ez elmúlik? Hm? Akkor mi történik? Hm? Mi lesz akkor, ha például most te fiatal vagy, és párt akarsz, és akkor azt mondják egyik napról a másikra, hoppá, bevonulás katonának, és irány a front. Akkor mi a ló, akármilyet csinálsz? Ha? Akkor mit csinálsz? Mert azt gondolod, hogy ezek az értelme az életednek, érted? Akkor mit csinálsz? Erre most elég szép esély van, hogy egyszer csak azt mondják, hogy jó, akkor innentől kezdve visszavezetjük a sorállományt, fiatalok nyomás katonának. Érted? És akkor mit csinálsz? Mit csinálsz azzal, hogy hát legyen párom, meg szeretnék párt? Hát ma azon is gondolkodnak, hogy a nőknek sorállományt állítani. A nők vonuljanak be katonának, igen. Nem Izraelről van szó, hanem Európai Unióról. Hogy az Unióban be kéne vezetni.
hogy a nőknek is legyen sorállomány, bevonuljanak katonának, és a nők is hadrafoghatók legyenek. Ha, és akkor mit csinálsz? Ott párosodnak. Lehet, hogy jó lett volna annak idején, bár akkor már volt a feleség jelöltöm, akkor volt menyasszonyom. Lehet, hogy jól jött volna, hogy lehettek volna ott a laktanyán belül fiatal hölgyek. Hát egy nem lett volna olyan rossz a katonaság. Lehet, hogy akkor az emberek szívesebben mennének katonának. Szóval, te mondom, gondold végig. Tehát nem az ördögöt akarom a falra festeni, de ebben a világban most minden belefér. Minden belefér. Miért gondoltad volna, mit tudom én, mondjuk 2019 év végén, hogy pár hónap múlva mit fognak bevezetni? 2020 márciusában mit fognak bevezetni, érted? Hogy kiárási tilalom, meg ilyen baromságok, meg otthon kell lenned, ettől eddig ki sem mozdulhatsz. Meg utána gondoltad volna, hogy mit tudom én, kötelező oltásokat fognak előírni bizonyos területekre? Gondoltad volna? Tehát itt ha valaki azt gondolja, hogy kiszámítható a világunk, akkor nem nézett vissza az elmúlt 4 évre. Hát az elmúlt 4 év bebizonyította azt, hogy ez a világ mennyire kiszámíthatatlan. És nem tudni előre, hogy holnap mit találnak ki, érted? Holnapra mit találnak ki. Hát soha nem volt olyan, hogy rendeletek alapján kormányozzanak egy országot. Mindig, ha egy rendeletet létre kellett hozni, ami ugye törvényei erejű rendelet, akkor az össze kellett írni, ülni a parlamentnek, és a parlament elfogadta azt, hogy azt a rendeletet törvénybe hozzák. Most nem kell. Hát most mivel veszélyhelyzet van, most már évek óta gyakorlatilag rendeletekkel lehet kormányozni, úgyhogy a parlamentnek nem kell jóvá hagyni. Érted? És bármit lehet csinálni. Úgyhogy a parlamentnek nem kell jóvá hagyni. Hát ugye azért nem vezetik vissza mondjuk a sorállományt, mert tönkretették a laktanyákat. Tehát ahhoz fel kellene újítani a laktanyákat, hogy sorállományt vissza lehessen vezetni. És hagyták, hogy tönkre menjenek. De egyébként csak úgy mondanám, hogy rengeteg olyan épület épül az országban, ami azt mondják, hogy irodaház lesz. És nem tudom, hogy tudod-e, hogy ezek az irodaházak úgy épülnek, mint a Lego. Tehát a Lego az azt jelenti, hogy pillanat alatt belül át lehet alakítani bármivé. Akár kaszárnyává. Vagy lakóházzá, amire akarják. Érted? Már ezek ilyen, mondom, egy ilyen Lego irodaházok ezek, hogy lehet ide-oda rakasgatni. Igen, moduláris. Szóval, honnan tudni azt, lehet, hogy ötletet adok nekik, hogy nem azok lesznek a jövő laktanyái. Érted? Hát most mondok példát. M1-M7 közös szakasz, jövünk befele Budapestre, ott van egy külön rész, ami évekig állt, félig föl volt húzva, emlékeztek? Itt a M1-M7 közös szakaszán, jobb oldalt, az autópályától nem messze, egy ilyen hatalmas komplexum, ami évekig állt. Ott a Covid alatt semmit nem csináltak, 2008-tól gyakorlatilag állt, vagy 9-től állt az építkezés. Most befejezték. Egy ilyet simán így ki lehetne adni laktanyának, csak körbe kell keríteni azt. Csá! Érted? Simán. Csak úgy mondom, hogy tisztában legyünk ezekkel a dolgokkal. Világos ez? Simán. Tehát ha azt gondoljuk esetleg, hogy nincs arra lehetőség, hogy laktanyákat állítsanak vissza, de hogy nincs.
Csak legfeljebb nem ugyanoda, ahova volt. Tehát, és ezt miért mondom? Tehát ez nem ijeszgetés, csak hogy átlássuk, hogy egy olyan világban élünk, aminek nem az a célja már, hogy azt gondolja az ember, hogy ugyanazért élünk, mint régen. Tehát most ez egyértelmű, hogy nem azért élünk, mint régen. Tehát évtizedek óta mondom azt, hogy az emberek úgy működnek, az emberek többsége úgy működik, hogy ahhoz, hogy szellemileg megnyíljanak, ahhoz meg kell nehezíteni az életüket. És amikor már nagyon-nagyon megnehezül egyesek élete, akkor nyilván van, aki már előbb kinyílik, de akik megnyíltak a szellemiség irányába, tehát az irányba, hogy tehát igényük van a tudásra, azok, akik már megnyíltak, azok mindig valami problémás élethelyzet után nyíltak meg, mondjuk 90-95%-ban ez így van. Tehát az emberek zöme az valami nagyobb problémát élt meg, és utána nyílt meg a tudás irányába. Ezt ugye én évtizedek óta már mondom, mert évtizedek óta megfigyeltem, hiszen már azért csak foglalkozok az emberekkel, 36 éve. Tehát lényeg az, hogy hát ugye azt látni, hogy a legtöbb ember az el van a saját világában, azt gondolja, hogy neki az a dolga, amit felsoroltam, hogy legyen lakása, legyen családja, stb. Stb. Érted? Ez a dolga az életben. Meg az, hogy dolgozzon, ameddig tud, nyilván ez a dolga, és hát közben ez nem így van, hát ez nem így van. Tehát ez a világ elmúlt, tehát az embernek, hogy megértse azt, hogy nem ezért vagyunk emberek, hanem azért, tehát hogy megértse, hogy miért is vagyunk emberek, ahhoz tudnunk kell azt, hogy miért vagyunk itt a Földön. Hát mi emberek miért vagyunk itt? Az a baj, hogy sok emberrel elhitették azt, hogy olyan, hogy Isten ilyen nem létezik. Istenek, meg aztán végképp nem. Mert még az, hogy egy Isten létezik a világegyetemben, csak tudod, az a helyzet, hogy a bolygóra, amikor lejöttek, sokkal fejlettebb technikával rendelkező lények és szellemi képességekkel rendelkező lények, akkor az ember az mindig isteneknek tekintette őket. Tehát az ember számára mindenki igazából Isten, aki sokkal magasabb technikai fejlettséggel rendelkezik, és sokkal magasabb szellemi képességekkel rendelkezik, mint bárki más a Földön. Tehát mint az emberek. Tehát ma ezt is megpróbálták a mai világban megváltoztatni, már erre azt mondják, hogy azok nem Istenek, Földön kívüliek. Vagy UFO-k. Oké? Ők az UFO-k, meg a Földön kívüliek. Tehát, ha valaki azt gondolja, hogy se Istenek, se UFO-k, se Földön kívüliek nincsenek, hát én nem is tudom, az hol él. Komolyan mondom. Azt szerintem akkor valami elvont világban él. Tehát akkor semmilyen fajta érdeklődése nem volt avval kapcsolatban, hogy emberiségen kívül még mi létezhet a világegyetemben. Semmi ilyesmi.
Tehát ha nyilván, hogyha valaki így gondolkodik, hát akkor gondolkodjon, hát az ő dolga az, hogy mindenki saját maga, hogy hogyan gondolkodik, neki is ez a dolga. De mondom, gondold végig azt, hogy miért vagyunk itt? Tehát mi az élet, az emberi élet értelme? Mert ugye ha megnézed az élet értelmét, hát akkor külön kellene venni az összes élőlényt, az összes minden élőlényt külön kellene venni, hogy megnézd, hogy azoknak mi az életüknek az értelme. Tehát itt nem az élet értelméről kellene beszélni, hanem arról, hogy mi az ember életének az értelme. Mert te egy ember vagy, és nem egy növény, nem egy állat, vagy nem egy bogár. Oké? Bár időnként hallani olyat, hogy az egyik ember az másikra azt mondja, hogy te állat, nem? Na ez ugye más műfaj. Szóval, gondold végig, mi lehet az emberi élet értelme? Tehát csak és kizárólag a szaporodás? Hát ha csak és kizárólag a szaporodás lett volna, akkor nem csináltak volna világháborúkat, nem? Mert az azt okozta, hogy sok tízmillió ember egyszerre meghalt viszonylag rövid időn belül, nem? Meg akkor, hogyha csak az, hogy minél többen legyünk, ugye csak a szaporodás, akkor az ember lehet, hogy nem folytatna önpusztító életmódot, nem? Gondold végig. Tehát akkor nem a szaporodás. Akkor mi? Öröm. Jó? Öröm. És az rendszeresen jelen van az életedben? Az öröm. Hány olyan embert látsz környezetedben, akinek rendszeresen jelen van az életében az öröm? Na most lehet azt mondani, hogy akkor örömszerzés, nem? Hát nyilván ezt látni, hogy az emberek törekednek erre, nem? Az örömszerzésre. És több-kevesebb sikerrel, nem? Többé-kevésbé sikerül, de inkább kevésbé, nem? És akkor azt gondolná az ember, de hát milyen jó azoknak, akik tele vannak lóvéval, mert megvehetik a sikerélményt, nem? Megvehetik azt, hogy ők örömet szerezzenek maguknak, nem? Az örömszerzést meg tudják venni pénzért. Jó, és akkor úgy kérdezném, hogy és mennyire látod az ilyen embereket boldognak? Hát még a tévében sem szerepelnek boldogként. Hát megnézed a tévé film, vagyis a filmekben, tehát a filmekben sem szerepelnek boldogak. Megnézed a filmek nagy részében, a bűnözők azok a gazdagok. Nem? Hát például a Columbo sorozatban soha nem szegényeket derített föl, hanem mindig gazdagokat, nem? Ott valahogy egyetlen szegény bűnöző se volt, csak gazdag. Tehát akkor megnézed, akkor mögött lehet valami, hogy a hiába van elég pénzük, de az öröm szerzést azt nem tudják, tehát az örömet azt nem tudják megvásárolni. Akkor miért gondolod te emberként, átlag emberként, hogy az örömszerzést azt meg lehet, vagy az örömet azt meg lehet pénzzel vásárolni? Tehát ugye én az életemben az átlagnál sokkal több mindent próbáltam ki. Azért, hogy valószínűleg, hogy tudjam, hogy mi különbség van a különböző örömök között. És ugye hála Istennek több tízezer emberrel sikerült olyan kapcsolatba kerülnöm, ahol valami rálátásom lett
az illetőkre, több tízezer, itt a 36 év során. És ebből azt tapasztaltam, hogy az örömöket az emberek maguk tudják létrehozni. Tehát az öröm szerzéshez nem kell pénz. Tehát az nem kell pénz. Az öröm szerzéshez kell egy ilyen belső gondolkodás. Ez a belső gondolkodásnak meg teremteni kell dolgokat. Tehát létre kell hozni valami örömtelit. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy olyan, ami siker. És akkor mondhatjuk, hogy sikerélmény. Na most mondok egy példát, jó? Csak azért, hogy egy kicsit, hát ha jobban megértitek ebből a példából. Ki az, aki életében már szexelt? Többiek nem merték föltenni a kezüket, hát akkor még nem szexeltetek? Oké, na most. Bizonyára szexeltél már úgy is, hogy csak neked volt jó. Nem? Ja. Azt mondja, ja. Szóval, és melyik okozott nagyobb örömet, amikor mind a ketten, kettőtöknek örömteli volt az együttlét? Vagy ha csak neked? Melyik volt a jobb? Mind a kettő. Mind a kettő, nem? És ugye azt hogy tudtad meg, hogy tudtátok megcsinálni, hogy egymásnak, hát nyilván ez a jellemző, hogy egymásnak örömöt szereztetek, nem? Nem így van? Mindenki egymásnak. Hát a másik az egy másik, hát persze, hát egyetértek. Szóval, tehát a másiknak ugye örömet szerezte, nem? És akkor mind a kettő örül. Tehát egy másiknak örömszerzés, azt úgy hívják, hogy megteremtetted azt, hogy a másik örömet érezzen. Érted? Most erre mondom, a maga a szex a legjobb példa, mert ugye azt a legtöbb ember megélte már életében. Nem tetszik, csap fejbe. Szóval lényeg az, hogy gondold végig, hogy az egy teremtés. Tehát létrehozzal a másiknak egy örömöt. Na most mi a gond a fiataloknál ugyanebben? Hogy miért nem tudják a fiatalok mondjuk úgy csinálni ezt a fajta együttlétet, hogy mint például a rutinosabbak, akik már nagy rutinnal rendelkeznek. Mert a fiataloknak még nincs tudásuk, nincs rutinjuk, az öreg rókáknak meg már van. Rókának farka is van. Szóval, gondoljuk végig. Tehát még ehhez is tudásra van szükség, nem? Tehát, hogy az ember létre tudjon hozni a másik számára egy valamilyen örömteli esemény, ahhoz tudásra van szükség, nem? Mondok másik példát, jó? Az nem lesz ennyire vidám. Például, mondjuk vannak az utazási irodában a szervezők, akik szervezik az utazást. És megszerveznek egy, mondjuk egy körutazást, mondjuk egy buszos körutazást. És ott a csoport jól érzi magát. És hidd el, hogy az is jól érzi magát,
aki megszervezte. Az érzi a legjobban magát, hogy tapasztalt. Így van. Sőt, az érzi a legjobban magát, hogy ő jól megszervezte azt, és mindenki jól érzi magát. Érted? Az azt jelenti, hogy ő ezzel megteremtette, hogy az emberek jól érezzék magukat. Világos ez? És ez mindenütt így van. Például amikor valaki maga hoz létre valamit, most már ugye alkalmazottak úgy dolgoznak, hogy ilyen futószalagon és ugyanazt a műveletet végzik. De még biztos vannak olyan alkalmazottak, akik az elejétől a végéig ők állítanak össze dolgokat. Biztos vannak ilyenek a Földön. Szerinted melyik a nagyobb sikerélmény? Így van, mikor ő saját maga állít elő valamit, és utána tudja azt, hogy azzal másnak örömet szerez. Érted? Tehát az emberek ezt régen tudták és működtették, hogy a teremtés a legnagyobb örömérzés. És úgy élték az életüket, hogy minél több örömet hozzanak létre mások életében. Érted? Nyilván ezt van, aki jobban csinálta, van, aki kevésbé, de sokkal jobb, nagyobb figyelem volt erre, mint manapság. És az emberek elfelejtették azt, hogy az jelenti az örömöt, igazi örömöt, hogyha minél több embernek örömöt okozunk. Na most én nem hiszem, hogy a miniszterelnökök azzal óriási örömöt okoztak a lakosságnak, hogy mindenféle szankciókat vezettek be ellenük. Ezáltal nem is nagyon látod őket boldognak. Természetesen, mert az ő működésük valahogy nem az örömokozás felé mutat. Egyáltalán nem. Ezt ugye azért mondom, mert akkor tud az ember örömet okozni másoknak, visszatérve ugye a szex példára. Hát hogyha minél több tudással rendelkezik ezen a téren az ember, minél rutinosabb ezen a téren, nyilvánvaló, nem? Minél több mindenkinek okoz boldogságot. És ez mindennel így van, értsd, ugyanúgy, mint a szexnél is, mindennel így van. Minél több a tudása abban, hogy hogyan okozzon örömöt embereknek, vagy már van módszere arra, hogy hogyan okozzon örömöt, mivel okozzon örömöt, akkor annál jobban érzi magát az életében. És az emberek elmentek emellett. Nem az öröm okozás felé megy az életük, hogy minél könnyebben, egyszerűbben, tudatosabban tudjanak örömet okozni másoknak, hanem afelé megy az életük, hogy minél több pénzt keressenek. De a minél több pénz keresetével nem sok embernek fognak örömet okozni. Oké? Tehát el kellene gondolkodni, hogy az életünk küldetése, értelme, és annak ugye egy olyan része, ami megvilágosítja a te valós küldetésedet, igazából az, hogy minél több embernek okoz örömöt, és ezáltal te is annál nagyobb örömöket fogsz megélni. Világos ez? De az ember ezt nem gondolja végig,
akkor elviszi őket a hétköznapok energiája. De ugye miért ez a küldetésük? Tehát alapvetően ránézek az órára és azt látom, hogy az időm letelt. Hát akkor ezt nem tudom végigmondani. Már nem fér bele. Jó, tehát maradjunk annyiba, hogy át kellene értékelni a saját életedet. Itt van egy közösség, ahol azzal foglalkozunk, hogy az emberek minél több örömet tudjanak megélni az életükben. De szó szerint. Oké? Szó szerint. És tanítjuk az embereket arra, hogy ezt hogyan tegyék meg. Érted? És ez a közösség, ez tényleg közösség. És tényleg egy egyedülálló közösség világviszonylatban. Mert azt a tudást, amit itt kapsz meg, senkitől, semmilyen más közösségben nem fogod megkapni. Mikor hallottok olyanokat, hogy ó, hát én nekem van közösségem, van mesterem, van tanítom, mert tudok mindent, akkor egy dolgot jegyezzetek meg, hogy keressen még valaki olyan tudásátadót, aki 5 év képzését egyedül tudja megcsinálni. Egyedül. Oké? Az egyetemeken, mondjuk az 5 éves egyetemeken, mondjuk egy jogi egyetemen, hány tanár tanít abban az 5 évben? Oké? Azért, mert az előző gyereknevelés kócs az 5 évvel ezelőtt volt, csak úgy mondanám. Oké? Tehát ráadásul úgy, hogy valamivel több, mint 5 évvel ezelőtt volt. Mert ősszel lesz 5 éve. Érted? Tehát több, mint 5 éve volt. Tehát akkor már ősszel már 5 egész akármennyi éve lesz. Érted? Tehát lényeg az, hogy olyan tudást tudsz itt kapni, ahol az ember egy változáson át akar menni, egy teljes változáson, ahhoz 9 év tanulásra van szükség. 9 év. A 9 év alatt megvan minden évben, hogy mit kell megélned. Ezt a 9 évet, hogy meg tud élni a tudást és a tapasztalatokat és amilyen élethelyzeteket meg kell élned, én ezt át tudom adni. Keres rajtam kívül még olyat, aki ezt át tudja adni. Jó? És a tudás azt jelenti, hogy nem csak annyit mondok, hogy nem ilyennek kéne lenned, hanem ilyennek. Hanem azt is elmondom, hogy juss el oda. Érted? Mert az könnyű azt mondani, hogy így nem vagy jó, legyél ilyen. Az könnyű mondani. De az, hogy hogy jusson el oda az ember, mikor tele van szokásokkal, és milyen módszer kell ahhoz, hogy oda eljusson, hát azt a legtöbb előadó, meg legtöbb tanító nem fogja elmondani. Jó, tehát várunk szeretettel abba a közösségbe, ami egyedülálló a bolygón, és tényleg használható tudást tud adni az életed minden területére,
mondjuk ezekre a területekre. Jó, én mindenkinek nagyon sok sikert kívánok. Ha úgy gondolja, hogy a tudás az fontos az életben, akkor várjuk szeretettel. És akkor, ha, mivel mindenkinek van személyes küldetése, akkor megtudhatod azt is, hogy neked mi a személyes küldetésed itt az életedben. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szerlecsik Miklós Mesterkósnak ezt a felettébb elgondolkodható előadást. Még most magam is elgondolkodtam. Ma is meggyőződtem róla, hogy a legjobb hely, ahol lehetek. És az életem legjobb döntése volt, hogy itt, hogy elkezdtem a képzést, és azóta is itt vagyok. Te is szerintem. Így van, igen, én is. Mi egyébként... Igen. Igen, mi egyébként a feleségemmel itt ismerkedtünk meg a PPA-ban 4 évvel ezelőtt, és azóta is boldog párkapcsolatban élünk. Mindenkinek hallani. És azóta is boldog párkapcsolatban élünk. Miért kezdtem itt a Nyílt Akadémiánál tanulni? Nekem a legszimpatikusabb dolog az volt már a legelején, hogy Szerlecsi Miklós egy olyan óriási célt tűzött ki, ami az emberek felemeléséről szól a világon, hogy létrehozzon egy olyan szeretett alapú társadalmat, amit mi aranykornak hívunk, és ezt húzta ki célul, igen. Másrészt pedig azért, mert itt az ember és az életismeret összes területére kapunk tudást, az anyagi területtől a szellemiségig. Mindenben. A Nyílt Akadémia élet és emberjobbító, illetve ember és életjobbító coach képzései által egyre jobban tudom kezelni az egész életemet. Ezt a 10 életterületet, amit kín van. Még fejlesztés alatt van, tehát nincs még kész, de életem végig tanulok, mint itt mindenki. Én is ugyanezt kaptam a képzések által, ugye a módszerekkel sokkal élhetőbb és boldogabb életet tudunk saját magunknak létrehozni. Így van. És itt hozzátenném azt a gondolatot, hogy senki nem attól fog megváltozni, hogy csak tanul, hanem attól, hogy beépíti a tudást az életébe. Majd ezt tovább is tudja adni. És mi ezt itt a PPA-nál mind meg tudjuk csinálni, lehetőség van mindenre. Ami egy elég nagy komfortzónából való kilépés, saját magam megtapasztaltam, ugyanis a felismeréseken keresztül rájöttem, hogy rengeteg olyan mintát, rossz családi mintát, rossz szokás és berögződést kell megtanulnunk letenni, vagy megtanulnom letenni, amit az élet így okozott, és ezeknek a helyére egy új szokásokat felvenni, amiktől egészen, illetve a rossz szokásoktól egészen addig nem működött jól az életem. De ezt a PPA kérdései nélkül nem jöttem volna rá soha. Itt az első részben a tudatosságfejlesztő bemutató előadásban Szerlecsik Miklós elmondta, hogy az emberek többsége valamilyen probléma által nyílik meg. Hát ez az én életemben is így volt ennek idén 4 éve, mert én éppen egy hitel válságban voltam, éppen váltam is, tehát hogy az életem eléggé, hát nem a legjobb szakaszában volt, de én felismertem azt, hogy az életemhez tudás kell, és kerestem olyan személyiségfejlesztő, önfejlesztő iskolát, ahol meg tudom ezeket tanulni, és így talált rám a PPH. És ugye a képzések által pedig ugye
fent említett, meg ami Zsolti is mondott, ugye ezek az életterületekkel sokkal jobban tudok már bánni, mert ugye itt megtanultam a képzések által. És azt javaslom neked most, aki nézel minket, hogy egyáltalán nem véletlen, hogy ezt az előadást elittették a fentiek. Igen. És így összegezve így a dolgokat. Ha tetszett az, amiket hallottál, mind az előadásban, mind pedig arról, amiről beszéltünk, és te is úgy érzed, hogy szeretnél részt venni az emberiség felemelésében, vagy mondhatnám azt is, hogy az emberiség megmentésében, akkor itt a helyed a PPA-ban. Mint mondta előbb a párom, hogy a feleségem, hogy nem véletlenül, hogy ránk találtál, vagy rád talált a PPA. És hogyan tudsz csatlakozni? Mi sem egyszerűbb, számtalan. Jó pár közösségi oldalon fenn vagyunk, legtöbben Facebookon, de már sokan vagyunk fent TikTokon is, illetve Instagramon. Keres magadnak egy szimpatikus PPH-s szervezőt, és mindent el fog mondani neked, hogy hogyan tudsz majd csatlakozni. Ha van benned egy kis bátortalanság, vagy bizonytalanság, bevallom, bennem is volt, amikor idejöttem tanulni, hogy, illetve még mielőtt idejöttem, azért volt bennem, hogy mégis mit kapok itt. Gyere is, próbáld ki, azt tudok mondani, hogy 3 hónap alatt nagyjából átlátod úgy az egész munkásságunkat, és átlátod a weboldalunkat is, amik le vannak írva, rengeteg információ és tudás is van fönt az oldalunkon. Semmilyen kötelezettség nincs. Nincs beiratkozás, mint mondjuk egy általános iskolában. Bármikor el tudod kezdeni, amire a legjobb időpont a most, mondjuk. És még azt ajánlom neked ezt, hogy ne halogass. Ne halogass, mert itt a 2035 most nincs. Vészesen fogy az idő, és nincs idő már a halogatásra. És már megtapasztaltuk azt, hogy aki halogat, az biztos, hogy próbát fog kapni. Igen. Igen. Érezd át azt az energiát, ami itt van nálunk, itt a közösségünkben. Azt a fajta energiát, amit az ad, hogy itt egy közös célért dolgozik mindenki. És van Szevecsik Miklósnak egy nagyon jó mondata, amit ide gondoltam, hogy elmondok, hogyha nincs közös célja az emberiségnek, akkor soha nem lesz béke a Földön. Miért válaszd a PPH-t? Az előadások és a képzések is online, illetve személyesen is nézhetőek, minden szerdán és vasárnap rendszeresen képzés van nálunk, illetve utólag is lehet tölteni. Hanem mondjuk olyan munkában valakinek, hogy nem tud visszani élőben. Senki nincs magára hagyva, mindenkinek van saját vezetője, aki tud neki segíteni, hogy tovább menjen az életben, tovább az élete problémáim, vagy ha felmerülnek kérdések benne, akkor tud erre válaszolni. Szerintem egyébként ez hatalmas biztonságot ad a mai világban. Legalábbis számomra igen. Nem fog nagyot mondani, a bolygón a legmegfizethetőbb coachképzés. Ez tény. Nyugodtan keresgélhet bárki olyan coachképző intézményeknél, vagy személyeknél, akik még hasonló, mondjuk úgy hasonló tudást adnak át, töredéke az a tudás, amit mások át tudnak adni.
de sokszor annyi pénzért. Igen, és a tandíjakra egy pár szóban. Az első hónap 40 ezer forint, a második hónaptól pedig 20 ezer forint. De most van egy rendkívüli akciónk, ami május végéig tart, és ennek keretein belül most 19.700 forintért el tudod kezdeni a képzést. Csak az első hónap, a másodiktól viszont csak 12.500 forint. Ez havi 30 óra képzést tartalmaz, amit ha leosztunk, 660 forint rájön ki egy óra. Mit kapsz ilyen összegért? Milyen tudást? Még bármilyen magánóra is, sokszoros ennek. Még egy általános iskolás korrepetálás is. Most megéri csatlakozni önmagad fejlesztésére és boldogulásáért, főleg az elkövetkező időkben. A szünet után gyereknevelés coach képzésünk lesz, amelyen ha szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételedben megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Akik már tanulók, azok pedig kattintsanak át a képzéseink menüpontban a jelen havi élő fülre, és ott tudjátok tovább nézni a coach képzést, amit 30 perc után folytatunk, 8-kor. Köszönjük szépen!